estét kívánok mindenkinek! A nevem Budainé Orosz Réka, és a keddesti webkonferenciák háziasszonyaként köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Mi is ez a fejfájás? A fejfájásnak mindig oka van, csak az a kérdés, hogy értjük-e, hogy tudjuk-e, hogy a germán gyógytudomány tükrében mindez mit jelent? Vagy kinevezzük ezt elsődlegesnek, vagy másodlagos történésnek? Nagyon sokszor a fejfájás vagy túl értékelt, vagy alábecsült minőségben jelenik meg, és az akadémikus orvoslás során rengeteg olyan tünetegyüttes, betegségre utaló tünetegyüttes egyike a fejfájás, amit akár akadémikus szemmel sem könnyű áttekinteni. Bizony. A tünetek, mint a fejfájás, különböző kategóriákat mutat, különböző okokra, háttérre vezeti vissza az akadémikus orvoslás, és hogy ezek mögött mi a valós tartalom, hogy mi az a kiváltó ok, ami miatt a fejfájás megjelenik, hányféle vagy milyen típusú fejfájásról beszélünk, egyáltalán mi az, aminél már el kell gondolkodnunk, melyik az a fájdalom típus, vagy az az időszak, ami után már fel kell tennünk magunknak bizonyos kérdéseket, erről lesz ma szó. Remélem, hogy ez a történet nem fog nekünk fejfájást okozni, még azzal sem, hogy jól hallható ez mindenki számára. Úgy látom, hogy a régi motorosok már beírták a visszajelzést. Nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a webkonferencián nyitott füllel és érző szívvel hallgatja végig a mai előadást. De Kareszt, tudom, hogy rengeteg visszatérő hallgatónk van, és nagyon-nagyon örülök mindenkinek, de ha egy olyan ember ülne most melletted, ezen a széken, ahol én ülök, aki igen, soha, de soha nem hallott arról, hogy germán gyógytudomány, hogyan mutatnád be, hogyan juttatnád el ezt az ismeretet felém úgy, hogy én egy tabularázával, egy fehér lappal, tiszta lappal érkeztem, nem tudom, hogy mi a bajom, csak fáj a fejem. Eljössz. Hogyan tudnád feltérképezni? Mi lenne az az alapvető dolog, amit nekem a germán gyógytudományról mindenképpen szeretnél átadni, hogy meg tudjak nyugodni, hogy az én fejfájásomnak is van oka, értelme, és remélhetőleg vége. Megoldása is. Hát nagyon köszönöm, Réka, hogy ilyen nagyszerűen tudod képviselni a laikus hallgatóságot, mert szerintem az emberek többségében ez megjelenik, és itt a beköszöntő chat mezőben olvastam itt, hogy valakinek éppen ma kezdett el fájni a feje, tehát ez neki pont kapóra jött ez a mai előadás, és éppen egy migrénes fejfájásos történetet is frissen hallottam a mai napon. Szóval úgy néz ki, hogy ezeket a dolgokat valahol egy magasabb szinten szervezik, és remélem, hogy mindenki itt van, akinek itt van a helye a mai estén, és meg fogja érteni reményeim szerint azt, hogy a fejfájásnak is mindig van oka. Ugye az akadémikus orvoslásban primér és szekundér fejfájásokról beszélnek, és a primér mindig azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka. A szekundér meg, hogy valami más következtében kezdett el nekem fájni a fejem. Most a germán gyógytudomány ismeretében nincsenek ismeretlen történetek még a fejünkben sem, hiszen tudjuk, hogy minden tünetnek, kiváltó tünetnek egy bizonyos oka van. És ez a nagyszerű benne, hogy ha megismerjük az öt természettörvényt, ami szerint működik minden biológiai lény, tehát beleértve az állatokat is az erdőben, akkor meg fogjuk érteni, hogy ezek a biológiai túlélő programok, vagy értelmes biológiai különprogramok, ahogy azt Hammer doktor nevezi, tehát ezek valójában értünk vannak és nem ellenünk, csak az a probléma, hogy nem értjük a tüneteknek a lényegét. És ezért fogunk bele mindenféle egyéb megoldásba, ahelyett, hogy valóban az okokat keresnénk meg, és azt oldanánk meg. Szóval a germán gyógytudomány ebből a szempontból is egy fantasztikus tudomány, hogy valóban tudomány rá fogunk jönni a végén,
és hogy nem csak egy nagyon komoly és pontos diagnosztikai eszköz, hanem egyben utat is mutat a megoldásra, ez ki fog derülni, remélem, az előadásból. Nos, aki még nem hallotta azt a nevet, hogy dr. Rike Gerd Hammer, akkor be kell mutassam ezt a fantasztikus kollégát, aki nem csak orvos volt, hanem teológiát is végzett, és egyetemi évei alatt úgy keresett pénzt a családnak, hogy vasárnapoként istentiszteleteken prédikált. Emellett fizikát is tanult az egyetemen, és ezek után, miután befejezte az egyetemet és elkezdett dolgozni, még egy fantasztikus feltaláló is lett. Rike Gerd Hammer már egyetemi évei alatt megnősül, feleségül vesz egy kolléganőt, egy gyönyörű és nagyon okos kolléganőt, Zigridet, Zigrid Oldenburg leánykori nevén, és 4 gyerekük születik, és amiután az egyetemet elvégzik, és Hammer doktor már a találmányai után jogdíjakat kap, akkor eldöntik 1976-ban, hogy a pénz nélküli gyógyítást választják életcélukról, mert a jogdíjakból már a megélhetésük biztosítva volt. A Hammer doktornak több orvosi találmánya is volt, ezeket most nem részletezném. A lényeg, hogy eldöntik, hogy kitelepednek Olaszországba, és Nápolyba fogják gyógyítani többnyire ugye a szegény embereket, akik nem tudják megfizetni az egészségügyi ellátás költségeit. Hogy miért oda és miként, az részletesebben majd Hammer doktor életrajzából tudjuk meg. A lényeg, hogy 78-ban, 2 év múlva, egy tragikus történet mindent, de mindent felborít, minden megváltozik, ugyanis 78. augusztus 18-án a 19 éves fiát, Dirk Hammert, az olasz trónörökös, a savoyai herceg 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti, míg ez a gyermek békésen alszik egy kikötő csónakjában, motorcsónakjában. Itt látjuk a képen a 19 éves fiúnak az arcát. Dirk Hammer, a 19 éves fiú, 111 napig még agonizál, az apja mindent elkövet, hogy megmentse a fia életét, de 78. december 7-én meghal az apja karjai között. Hammer doktornak 2 hónapon belül hereddaganata lesz, és zárójelben megjegyezném, hogy 13 évi pereskedés után a gyilkost felmentik, mert a média az természetesen a gyilkos mellé áll, és ezek után, tehát 79. februárjában vagyunk, amikor Hammer doktornak hereddaganata van, az akkori tudásával a műtéti beavatkozást bevállalja, de semmilyen más kemó vagy sugárkezelés nem vállal, és eltelik még 2 év, míg teljesen fölépül, és visszaáll dolgozni. 81-ben egy München melletti nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, és ott természetes megkérdezi a daganatos hölgyeket, hogy a daganat megjelenése előtt történt-e valami olyan elképesztően váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amire úgy emlékeznek most is, mintha tegnap történt volna. Valami, ami váratlanul jött, vagy el se tudták volna képzelni, hogy ez megtörténhet az életükbe. És kérem szépen, mind a 200 megkérdezett hölgy el tudta mondani, hogy volt egy ilyen történet az életében. Természetesen ezt német precizitással Hammer doktor összefoglalja, és 1981-ben, ősszel, novemberben a Bajor televízióban bejelenti a rák vastörvénye felfedezését. Nem tudta Hammer doktor, hogy ez az első biológiai természettörvény lesz, amit akkor ő felfedezett, de a kutatás az folytatódik, és azt tudnunk kell, hogy mindannyiunkkal lesz az életünkben bármikor egy nagyon súlyos lelki megrázkódtatás, egy olyan esemény, ami félelemmel tölt el minket, ami váratlanul, meglepetésszerűen érkezik.
mint derült égből a villámcsapás. De az, hogy meddig ülök benne a konfliktusba, és ezt mennyire elszigetelten, magányosan éle meg, ez csak és kizárólag tőlem függ. Úgyhogy már is itt van az első és legfontosabb történet, hogy még aznap zárjuk le ezeket az érzelmi problémáinkat, pontosan azért, hogy a beindult biológiai túlélő program, az értelmes biológiai különprogram, EBK, látjuk a fólia alján, hogy ez álljon is le. Ugyanis minden ilyen nagyon súlyos lelki megrázkódtatás, félelem az agy közvetítésével szervi elváltozást fog elindítani. A konfliktus pillanatában rögzítjük a sineket, vagyis a körülményeket, amelyek között ezt megéltük, és természetesen, hogy a sinek már újabb konfliktus nélkül is fognak minket emlékeztetni, vagyis újra beindítják azt a programot, amit még mi érzelmileg nem oldottunk fel. Ezért ne felejtsük el feloldani este a mai napnak is az összes kellemetlenségét, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ezt ugye tudjuk, hogy 2000 éves javaslat, nem én találtam ki, de ha csak ezt az egyetlen dolgot betartanánk, akkor meg se tudnánk betegedni, és itt be is fejezhetném a biológiai törvényeknek az ismertetését. De persze ez nem így van, hanem benne maradunk. De senki se téveszten meg ez a kifejezés, hogy lélek, agy, szerv, tengely. Ez egy paradigmaváltás, egy gondolkodás megfordítása a medicinában, mert kiderül, hogy nem azoktól a tényezőktől betegszünk meg, amelyeket eddig emlegették, hanem lelki megrázkódtatás van a megbetegedéseink túlnyomó részében. Nyilvánvaló, hogy a különböző balesetek, mérgezések, hiányos táplálkozás, stb. Az nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, azoknak nem is lesz agyi szinten lenyomatuk, vagyis hámeri gócuk. Az egy fizikai szintű probléma, vagy egy életvitel miatt fellépő probléma, és ennek meg lesznek a különböző szintű biológiai válaszai, de ez nem a germán gyógytudomány része. Tehát ne keverjük össze a dolgokat. Viszont az a lélek, az nem az a nagybetűs lélek, amiről mi beszélünk itt, hanem itt egy pszichés megrázkódtatásról van szó valójában. Amikor egy félelemhez egy negatív gondolatot kapcsolok, és ez a kettő együttesen hatalmas erővel, energiával becsapódik az agynak egy bizonyos részébe, és mindig ugyanabban a részébe ugyanaz a félelem. Ne feledjük el, hogy a magasabb rezgések hatnak az alacsonyabbakra, és ezek a félelmek, ezek az agy közvetítésével indítják el a túlélést. És ez a szervi program, ami bennünk zajlik, és végigfut, ezt fogjuk majd mi betegségnek nevezni. De tisztáznunk kell néhány dolgot itt az elején rögtön. Mégpedig az, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nem az számít valójában, hogy mi történt, hanem az, hogy én ezt miként éltem meg. És ezért van az a weblapnak a főoldalán, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert csak ő tudja elmondani, hogy mit élt meg. Ma is egy anyuka szeretett volna segítséget kérni a lányának, aki nem volt ott mellette. De mondom neki, hogy azt ő nem tudja megmondani, hogy 19 éves korában a lánya mit élt meg. Én tudom, hogy a szervi válasz mit jelent, de magát a történetet, azt a leánynak kell beazonosítani, és neki kell érzelmileg feloldani, ha azt akarjuk, hogy a gyógyulás beinduljon. Igen, hogy a gyógyulás beinduljon, mert két szakaszban zajlik le minden ilyen értelmes biológiai különprogram, itt látjuk Hammer doktor grafikonját, és ezt Hammeri iránytűnek is nevezzük. Láthatjuk, hogy van a konfliktus aktív és a megoldást követő fázis, ez a két szakasz, amiben az értelmes biológiai különprogram kiteljesedik. A konfliktus aktív szakasz nyilván addig tart, ameddig én benne ülök a félelemben, benne ülök a konfliktusba, amíg nem tudom én érzelmileg megoldani.
Mindazt, ami történt, ne feledjük, hogy már a konfliktus aktív szakaszban kapunk egy biológiai segítséget, egy választ, ami már a túlélésünket biztosítja, ezt majd a harmadik természettörvényben részletezem. De honnan ismerjük fel mi a konfliktus aktív szakaszt? Hát aki már volt életében stresszes állapotban, akkor azt tudja, hogy amikor stresszes az életem, akkor mi történik? Hát hangosabban, gyorsabban ver a szívem, feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok elaludni, ha elalszom, felébredek, nem nyugodt az álmom, nincs étvágya, nem táplálkozom rendesen, és természetesen ez fogyáshoz vezet. Ugye a kérdésem csak az, hogy hány ilyen programot futtattunk per pillanat a biológiánkban. Mert mindegyik program fog tenni egy lapáttal, hogy így mondjam, a vérnyomás értékre, és ez lesz a magas vérnyomásnak az egyetlen valódi oka, amire azt mondják, hogy eszenciális, vagyis nem tudjuk, hogy mi az oka a magas vérnyomásnak, dehogy is nem tudjuk. Erről külön webkonferencia szól, pulzus és vérnyomás tárgyalása, de csak azért mondom ezt itt el, hogy aki vérnyomás csökkentőket kapkod, jó lenne, ha végre valódi megoldáshoz nyúlna, és mondjuk a My Studenten Mayhem-t hallgatná, és tényleg ez a dallam, ami Hammer doktor szerzeménye, fantasztikus segítséget nyújt a biológiánknak, mert ez is egy hang, ez is magasabb szintű rezgés, mint a biológia működési rezgése, és ezért fog hatni mind a konfliktus aktív, mind a megoldást követő fázisra. Erről több webkonferencia is szólt már, most csak megemlítem, hogy van ilyen, és ez nem gyógyszer, és nincs mellékhatása, és bárki hallgathatja. Nagyon halkan és folyamatosan. A KM ugye a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti, ami vagy azt jelenti, hogy megoldottam érzelmileg mindazt, amit én érzelmileg átéltem, vagy lehet, hogy csak megváltoztak a körülmények, elköltöztünk onnan, vagy az idegesítő szomszéd költözött el, vagy éppenséggel meghalt az, aki eddig engem félelemben tartott, vagy megváltozott a munkahelyem, tehát valami történt, vagy feloldották éppenséggel a karantént. Ez is ide tartozik, kérem szépen, és jön a megoldást követő fázis, aminek látjuk, hogy az első része igencsak piros, az AXS, azt jelenti, hogy exudatív fázis, és már is itt vagyunk a mai nap témájánál. Az exudáció, vagy exudátum azt jelenti, hogy a sejtek közötti térben van némi folyadék, azaz víz, és ez az exudátum felszaporodik. Hát ki ne tapasztalta volna, hogy a gyulladás folyamán megduzzad a gyulladt terület. Ezt mindenki megtapasztaltana, ez pontosan a szöveti folyadék felgyülemlése miatt van. Ezért duzzad, aztán még piros is, na meg még fáj is, így van, és természetesen még meleg is. Tehát ez a rubor, tumor, kalor, dolor és funkció lézál, vagyis nem működik rendesen az adott gyulladásban levő terület, és ilyenkor futunk orvoshoz, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. És az ad nekünk egy pirulát, ami hát vagy segít, vagy nem segít, ezt most nem részletezem, van két előadás is, ami a terápiáról szól a germán gyógytudományban. Na de ne feledjük, hogy minden lélek agyszerv szinten megy végbe. Tehát amikor megoldottam a konfliktust, akkor lelkileg is megnyugodtam. És ez az agyban is meglátszik, mert ugye az agyban, a Hammeri góc körül, kérem szépen, kialakul egy ödéma. És ettől fog fájni a fejünk a legtöbb esetben. Ugye megint felteszem a kérdést, hány programot futtatsz? Hány megoldatlan konfliktusod van? Mi az, ami nyugtalanít? Miért nem tudsz nyugodtan aludni? Mi az, ami nem úgy történt, ahogy te szeretted volna, hogy megtörténjen? Mert ugye, ha leírjuk a listát, hogy boldog leszek, ha pont, akkor rá fogunk jönni arra, hogy milyen feltételekhez kötött a mi boldogságunk, és ezeket soha nem fogjuk tudni teljesíteni, mert az intelligens agyunk újabb és újabb dolgokat fog kitalálni napról napra. Tehát nem ez lenne a megoldás, hogy minden ellenségemet zárják börtönbe, minden utat, amerre járok, aszfaltozzanak le, hogy ne járja gödörbe, és folytathatnám az extrém elképzeléseket, és a nap mindig oda süssön, ahol én járok, szóval
ezek a dolgok nem fognak megvalósulni. Természetesen a dolgoknak a megoldásához azért egy kicsit, hát hogy mondjam, magasabb szintről kellene ránézni, nem csak a biológiai történtekre, hanem az életünk történeteire is. Tehát ott tartunk, hogy megértettük, hogy a fejfájásunknak az elsődleges oka a legtöbb esetben az, hogy éppen gyógyulok. De kérdés, hány ilyen hammeri góc van a fejemben? Az epileptoid krízis megoldja a fejfájást, mert ekkor kipréselődik a víz az agyireléből, több vizeletet üritek, mint amennyi folyadékot megittam, megszűnik a fejfájás. Ugyanakkor az ödéma elmúlik onnan is a vízgyülem, ahol eddig duzzanatot észleltünk. Az epileptoid krízisben fogjuk ugyanakkor a legdurvább tüneteket is megélni. Nem véletlenül olyan magas, csúcsos ez a felfele mutató része a megoldás követő fázis kellős közepének, az EK epileptoid krízis, mert még az epilepsziás görcsroham is itt fog lezajlani, és ugye erről külön webkonferencia szólt, hogy eszméletvesztéssel, rángatózással, stb. Most ezt nem részletezem, de az önleértékelési konfliktusokban itt például eltűnik a fájdalom, azt hiszük, hogy meggyógyultunk, és mit ad Isten, jön a harmadik része a megoldás követő fázisnak, a hegesedési fázis, amikor extrém fáradtságot élünk meg. Hát aki ezt már megélte, az tudja, miről beszélek. A kifacsart mosogatórongy, az semmi ahhoz képest, amit mi érzünk. Mert már ugyan jó a hangulatom, már van étvágyam, de még az is nehezemre esik, hogy egyik oldalról a másik oldalra forduljak, hát pedig az, hogy még elmenjek a WC-ig. Szóval ilyenkor lehet, hogy olyan súlyos fizikai állapotban vagyok, hogy szükségeltetik a családnak a megértése, a segítsége, stb. De amikor idáig eljutottunk, tudnunk kell, hogy már csak pár nap van hátra a teljes gyógyulásból, ha csak meg nem akadályozzuk, mi ezt tudatlanul be fogom mutatni, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni. De mint mondtam, ugye a dolog lélek-agyszerv szinten megy végbe, és a konfliktus aktív szakaszban látjuk a baloldali képen, ahova a nyíl is mutat, hogy körkörös gyűrűk jelennek meg. És ezek nem műhibák, nem a komputer tomográfnak a terméke, hanem ez annak a félelemnek a becsapódása, amit mi megélünk a DHS pillanatában. Igen, ez látható. Remélem mindenkinek tisztán látszik, ha megfelelő méretű képernyőn nézzük a webkonferenciát, és nem csak telefonon hallgatjuk, mint a rádióban valamilyen előadást. A lényeg az, hogy megértsük, hogy ez a konfliktus aktív szakasznak a CT képe, jobb oldalon pedig látjuk a megoldás követő fázisnak a CT képét, itt már két nyíl is mutat be, és hát látszik, hogy az ottan duzzanatra utal a jobb felső nyíl, és nyilvánvaló a koponya az egy merev, üreg, nem tágul, mint a hasunk, és természetes, hogyha a nyomásfokozódás lép föl, akkor ennek fejfájás lesz a következménye. Ezt majd még részletezem a továbbiakban is. Eljutottunk a harmadik természet törvényhez, mert Hammer doktor nem hagyja abba a kutatást. Már 1986-ot írunk, és 85-ben a felesége is meghal a karjai között, miután 5 daganatos betegséget küzdött le, csak éppenséggel a szívizom infarktust már nem bírta ki. Hammer doktortól 86-ban bevonják a működési engedélyét, mert nem volt hajlandó esküvel megtagadni a rákvas törvényét. Ilyen középkori időket idéz ez fel énekem. És ennek ellenére ő folytatja a kutatást, és rádöbben a harmadik természet törvénybe arra az összefüggésre, amit senki, de senki nem tudott még megcáfolni 1986 óta sem. És ez arról szól, hogy visszalapozott Hammer doktor az embriológiába, egyetfejlődés, vagyis mindannyian egyedileg nagyjából 9 hónapot töltöttünk az anyamében a megtermékenyítéstől a születésig. Így van? És hogy mi történt ez alatt a 9 hónap alatt, ez fogja meghatározni, hogy a kialakult sejtjeink hogyan fognak működni egy életen át.
Mert ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És a túlélés érdekében vagy szaporítani fogjuk a sejteket, vagy sorvasztani, vagy működést fogunk módosítani. És ez nem véletlenszerű. Azok a sejtek, amelyek az agytörzs és a kisagy irányítása alá esnek, amint látjuk az ábrán, azok mindig sejt szaporulattal fognak reagálni a konfliktus aktív fázisba. Ugye mondtam, hogy már a konfliktus aktív fázisban, amik feszültek, idegesek vagyunk, kapunk egy biológiai szintű segítséget. És itt van az, hogyha megéljük a falat konfliktust, vagy a támadás, bemocskoltság konfliktust, akkor mindig sejtet szaporítunk, és ezeket a felesleges sejteket természetesen lebontjuk a megoldási szakaszban. Gyulladásos folyamatok kíséretében. Az agytörzs és a kisagy együtt az ős agyat alkotják, az agyvelő meg az agykéreg pedig a nagy agyat alkotják. Amint látjuk, az agyvelő és az agykéreg, vagyis a nagy agy, a sejtekre mindig úgy hat, hogy először sorvadni fognak, aztán épülnek vissza. A sejtszintű sorvadást indítunk el az önleértékeléseket megélve, valamint a birtok és elválasztási konfliktusokban, és ezeket természetesen visszaépítjük a megoldásban, többnyire fájdalommal. És az agykéreg képes arra, hogy nem a sejtek számára, hanem a sejtek működésére hat, mégpedig azt blokkolja, fékezi, gátolja, majd a megoldásban a működés helyreáll, és ennek egy nagyon egyszerű példája az izmoknak a lebénulása, majd a bénulásnak a gyógyulása. Ezzelről is van természetesen webkonferencia, mind az agyvérzésről, mind pedig az izmok biológiai programjairól. De remélem, hogy ez az ábra mindenki számára egyszerű és érthető, mert pontosan arról van szó, hogy nem véletlenszerűen történnek a dolgok a szervezetünkben, hanem minden egy meghatározott rend szerint. A harmadik természettörvény tehát behozza az embriológiát a tudományos magyarázatba, és ezt mondom senki, de senki nem tudta megcáfolni. A bal oldalt látjuk azt a korai állapotot, amikor a megtermékenyített petessejt először egy szedercsira állapotot hoz létre, majd ebből létrejön a három csira lemez, és itt látjuk sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva keresztmetszeti képen a csira lemezeket. Nos, ami ott belül van, látjuk sárga színnel, az az endoderma, vagy belső csira lemez, és ennek az irányító központja nyilvánvaló a sárga színnel megjelölt agytörzs. Ez fogja biztosítani számunkra a túlélést. És mi kell kérem szépen a túléléshez? Hát ugye levegő, víz, táplálék, van mindenkinek? Túl vagyunk a vacsorán? Akkor megnyugodhatunk, hogy még élünk. Aztán még fény és hang is kell hozzá, de ez úgy alapból mindig szokott lenni. És ezek a dolgok, amelyek kellenek nekem a túléléshez, ezt falat konfliktusként fogja föl a szervezetem, de ne feledjük, hogy a nagyokos agyunk nem tud különbséget tenni valóságállam és illúzió között, ezért kérem szépen mindig és mindig az lesz a problémánk, hogy azt is falatnak fogjuk megítélni biológiai szinten, amit csak meg szeretnék szerezni. Mit tudom én, kell nekem még egy autó, kell egy átmenő jegy, ugye, kedves diákok, és amikor megkapom az átmenő jegyet, akkor begyullad a mandulám. A falat konfliktusokról természetesen külön webkonferencia van. A levegőfalat megszerzése, ugye, az természetesen a tüdőt fogja érinteni, a vízfalatnak a megtartása a vesét fogja érinteni. Tessenek megnézni a részleteket a falat konfliktusról szóló összefoglalóban. Látjuk, hogy a sárga színnel jelzett belső csiralemezhez a narancssárgának egy része hozzátapad, igen, ez lesz az, amit a kisagy irányít, és mint mondtam, kisagy és agytörzs együttesen az ősagyat alkotja, és itt is sejtet szaporítok, épp úgy, mint a falat konfliktusnál, ha vélt vagy valós támadást élek meg. Már megint ott tartunk, hogy nem kell engem senki sem megtámadjon, csak attól félnem, hogy ha befordulok az utcasarkon, megvernek. És erre már elindítom a
sejtszintű szaporulatot az írha megfelelő, nagyon pontosan meghatározott részébe, vagy éppenséggel a burkokban, hashártya, mellhártya, szívburok, és ezeknek a reléknek a keresztmetszeti képét látjuk a fólia jobb oldalán, középen, illetve az agytörzsit alatta. A nagy agy, mint mondtam, ugye az agyvelő és az agykéreg együttesen, a mezoderma másik részét, narancsszínnel jelzett sejtjeit látjuk összetapadva a pirossal, vagyis az a narancsszínű rész, azok a sejtek, amik oda tartoznak, az az agyvelő irányítása alá fognak tartozni, és itt az önleértékelési konfliktusok lesznek azok, amelyek elindítják bennünk sejtszinten is a sorvadást, mert az önleértékelés, önpusztítás nem csak sejtszinten, hanem lelkileg is. Az agykéreg pedig a piros színnel jelzett sejteket irányítja, amint látjuk, ezek kívül vannak, ezért külső csiralemezről, ektodermáról beszélünk, és ebből alakul ki a külső bőrünk, erre utal a piros nyillal a piros babára az ábra, hiszen ez választ el minket a külvilágtól, és ezen fognak megjelenni az elválasztással kapcsolatos konfliktusaim, amikor nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közelebb kerüljön hozzám. És természetesen erről is van webkonferencia anyag. A központokat a felső két képen látjuk az önleértékelésről, illetve a birtok konfliktusoknak a központjait, mert ugye a külső csiralemez sejtjeire az elválasztási és a birtok konfliktusok fognak hatni. A konfliktus típusokat még egyszer összefoglalva, és mellé téve Hammer doktornak a csodálatos táblázatát, láthatjuk az összefüggéseket, sárga színnel a falat konfliktusok oszlopát látjuk, és ide jön be a vízfalatnak is a megoldása, ami mindig a magány, az egzisztenciális félelmek, konfliktusok fognak elindítani a szervezetünkben, legalább pedig a símaizmokra ható programokat fogjuk találni a sárga oszlopba. A középső narancsszínű oszlop felső része a kisagy által vezérelt programokat tartalmazza, tehát az írha programot, illetve a gondozási konfliktus által a mellnek azt a daganat típusát, ami a túlzásba vitt aggódás vagy vita veszekedés okoz, és ezt adenokarcinomának nevezzük. A bemocskoltság is egy vélt vagy valós történet, mert nem feltétlenül kell egy vödörkakit valakinek a fejére borítani, elég ha azt éli meg, hogy bemocskolták a becsületét, vagy éppenséggel egy ocsmány történetről van szó, és onnantól kezdve tudunk mindenféle írha programot elindítani, többek közt melanomát. A narancssárga alsó része az agyvelő programjai tartalmazza, ugye az agyvelőben, a fehér állományban szürke magvak, tehát ide központok vannak, ide fognak becsapódni, amit az előbbi fenti ábrán láttuk, az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink, és ez természetesen pusztítást fog végezni többnyire a mozgással kapcsolatos szöveteinkben, tehát csont, ízület, izom, erek, kötőszövet, zsírszövet, de ide tartozik a szívizom, a lép, a mellékvesekéreg, és természetesen még a ivarmirigyeknek a hormontermelő kötőszöveti része is. A piros oszlopban látjuk az elválasztási konfliktus és birtok konfliktusok oszlopát, egészen a vastagított piros csikig, az alatt pedig a működés változások vannak. Kérem szépen, ez a táblázat, ez úgy tökéletes, ahogy van. Távirati stílusban egy-egy mondattal utal Hammer doktor egy-egy konfliktusra, és két évig teszteltem, hogy valóban ennyire egyszerű lenne ez az egész, és igen, kiderült, hogy ennyire egyszerű, de természetesen a terminus technikusokkal tüzdelt táblázatot magyarra lefordítva az egyes webkonferenciákon részletesen kifejtve megismerhetjük. A negyedik természet törvényben, amit gyakorlatilag egy időben fedezett fel Hammer doktor a harmadik törvénnyel,
Tehát rádöbben Hammer doktor, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, mikróbák, ezek nem az ellenségeink, hanem a barátaink. Mert ugye, amikor a konfliktus aktív szakaszban felszaporítottuk a sejteket, akkor a megoldást követő fázisban a gombák és a gombabaktériumok fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket. Tehát nem vagyunk egyedül a megoldásban. Ha viszont sorvasztottuk a sejteket az önleértékelésben, birtok és elválasztási konfliktusokban, akkor a hiányzó sejteket a baktériumokkal, illetve a vírusokkal fogjuk visszaépíteni, vagyis ezek nem kór okozók ott a szervezetünkben, amikor kimutatják, hanem pont a segítő társaink. Azért meg kell jegyezzem orvosként, hogy nem mindegy, hogy mennyit ülünk a konfliktus aktív fázisban, mert ez meghatározza, hogy milyen számban szaporodnak el ezek a segítők, és az exudatív fázisban, amikor elkezdenek dolgozni, hát hatalmas lesz az a munka, az a gyógyító munka, ami viszont hát a pontot tehet a történet végére, mert a biológiát a teremtő nem arra találta ki, hogy mi hetekig, hónapokig, évtizedekig üljünk egy konfliktusba, hanem arra lett kitalálva, hogy egy DHS kapcsán rögtön kapjunk egy biológiai segítséget, és utána minden tudjon visszaalakulni. Mindig elmondom, hogy amikor a nyuszit megkergeti a róka a káposztaföldön, és megmenekül a nyuszi, akkor természetesen nem fog egy hétig depressziósan ülni valahol egy bokorban, hogy ja Istenem, majdnem megevett a róka, hanem tovább megy a répa a földre, és ott répát fog rágcsálni. Depresszióba se esik a nyuszi, és nem fekszik le a vonat sínre, hogy a nyakát vágja át az érkező mozdony. Tehát értsük meg, hogy a biológiai törvények azok tökéletesen vannak kitalálva, csak mi nem tudtuk eddig, hogy hogyan működik a rendszer, és tudatlanul benne maradva konfliktusokba, illetve túl későn feloldva okozhat problémát a nagyszámú, úgy nevezett Louis Pasteur által kórokozónak nevezett, bennünk élő valóban segítő mikroorganizmus. Mert ne feledjük, hogy 10-szer több baktérium van a szervezetünkben, mint ahány sejttel rendelkezünk. Ennyire fontosak ők számunkra, de mindent elkövetnek antibiotikumokkal és védőoltásokkal, ezt mind idézőjelbe téve, hogy ez a gyógyulási folyamatunk ne történjen meg perfekt. Tehát ha valakinek kimutatják a HPV vírust a méhnyak sebből, akkor nem HPV ellen kell kezelni az illetőt, hanem a féltékenységet kellene abba hagyni, kedves hölgyeim, és magától rendbe jönne az a mészájsebb, ami per pillanat hatalmas riadalmat tud kelteni, ha nem tudjuk, hogy mitől van, és hogyan lehet megoldani. A baktériumokat találtak a daganatokban, és hát ezt nagy boldogan mutatom, mert ugye a 87-ben ezt Hammer doktor már leírta, de 2020. május 29-i cikkben megjelent, hogy 528 baktériumfajt azonosítottak, kérem szépen, a meldaganatokban. De ott van, hogy 1000 mintát vizsgáltak egy izraeli kutatóintézetben, és a többi, és a többi. Vajon miről fog ez szólni? Hát az újfajta rákterápiáról, mert valamivel már le kell cserélni a kemót, mert ezt már az egyszerű emberek sem akarják elfogadni, hiszen nem a kemó hiánya okozta a daganatát senkinek sem. Na, itt van kérem az a történet, hogy megértsük, hogy miért lesznek krónikus betegségek. Volt ilyen kérdés a Facebookon is, és csak utaltam arra, hogy tessenek a vendégkönyvbe benézni, és több gyógyulási történetet fogunk ott elolvasni. Amíg meg nem oldom a konfliktust, addig természetes, hogy vagy folyamatosan szövetet építek, vagy folyamatosan szövetet bontok, vagy folyamatosan béna maradok, ha izombénulásról van szó, vagy magas lesz a cukorszintem, ha cukorbetegségről van szó. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy mindig eltűnnek a tünetek, de újra jelentkeznek. Aztán megint eltűnnek, aztán megint újra jelentkeznek. Ezt nevezhetjük recidivának is, az akadémikus nyelvezettel.
De ez nem azt jelenti, hogy nem volt hatékony a terápia, és most egy másik gyógyszert vagy vegyszert kell bevetni a gyógyulás érdekében, hanem arról szól a történet, hogy nem oldottam fel érzelmileg azt, amit érzelmileg kellett volna, a sinek meg hát nagy ritkán megérkeznek, és újraindul a program, vagy éppenséggel. Én még mindig nem tanultam az első történetemből, ezért lenne jó megnézni, hogy miért élünk meg konfliktusokat. Erről is van egy webkonferencia. A függő gyógyulás az, ami teljesen szétszedi a szervezetünket, mert ez, hogy mondjam, ez biológiailag ennek van a legpusztítóbb hatása. Hiszen látjuk, hogy nem tud a megoldási szakasz kimenni. A gyógyulási szakaszt újra meg újra megszakítja egy-egy újabb sín, vagy újabb konfliktus. Mert minden nap találkozok azzal az emberrel, akinek még mindig nem tudtam megbocsátani. Ne feledjük, érzelmileg kell lezárjuk a történeteinket. És ez a gyógyulási szakasznak az elhúzásához és szöveti szinten nagyon komoly eltérésekhez fog vezetni. Az ötödik természet törvény az a nagyszerű törvény, amit mindenki felfedezhet, aki néz az ablakon. Hát ugye a földgolyó másik oldalán még világos van, Kanadában és Ausztráliában és Peruban, tehát ha ott kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Így van, kedves hallgatók. Van valakinek ezzel szemben másfajta véleménye? Nyugodtan írja be a csetmezőbe. Minden, ami él, az élni akar. Tehát a túlélés és a fajfenntartás ösztöne az, ami minden élőlényt hajt. És miből fogjuk megélni a legnagyobb konfliktusainkat? Hát pontosan ebből. Amikor veszélyeztetve van a túlélésem, és ebbe beletartozik a kényelmem, vagy veszélyeztetve van a faj fenntartása. És valójában ilyenkor úgy működünk, mint a vadállatok az erdőben. Mert a biológiai kódjaink szerint ugye félünk a faj kipusztulásától és a haláltól, illetve ennek megoldására az üs vagy fus programot alkalmazzuk. Hát ennyit a biológiai kódokról. Én úgy gondolom, hogy emberi lényként ennél többre vagyunk képesek, mint hogy biológiai kódok szerint éljünk. És amikor rádöbbenünk arra, hogy ez az egész megoldható, amikor már nem a félelem vezeti az életünket, hanem a bizalom, akkor kérem szépen, ezek a külön programok szépen nyugdíjba mennek, és élünk boldogan és egészségesen. Hamer doktor téziseit 98-ban elismerték, igazolták. Ugye egyetem kell igazolja mindazt, amit felfedez valaki a tudományban, legyen szó akármilyen tudományról. A Nagyszombati Egyetemnek látjuk itt az igazolását, amiben hát professzorok ismerték el azt, hogy Hamer doktornak igaza van. De a Tübingeni Egyetemet, ahol Hamer doktor tanult, és ahova benyújtotta a disszertációját, és benyújtotta a Zeller dokumentációt, benyújtotta a habilitációs vizsgálatát, ott kérem szépen nem végezték el ezt a vizsgálatot, még úgysem, hogy a bíróság kötelezte az egyetemet, hogy végre végezze el, hogy derüljön ki, hogy kinek van igaza. Az egyetem annyit válaszolt, hogy nincs szándékában ezt a vizsgálatot elvégezni. Vajon miért? Ismét szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a hiánybetegségek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát ha valaki nem fogyaszt elég folyadékot és kiszárad, akkor nyilván fájni fog a feje. Az egyoldalú vagy rendszertelen táplálkozás sem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát ha valakinek ettől fáj a feje, mert nem táplálkozik rendszeresen és megfelelően, akkor ne csodálkozzon, hogy fáj a feje. A mérgezéseknek a tárházát találjuk meg, akár a gyógyszeriparban, akár a környezetben, akár az élelmiszeriparban. Mert minden gyógyszernek többnyire ott van a mellékhatás listáján a fejfájás. A szénmonoxid mérgezés is okoz fejfájást, még mielőtt teljesen elpusztulnánk, illetve hát ugye a másnaposságról
hadd ne gondoljuk azt, hogy ez egy lélek-agyszer szinten lezajlott program, ugye senki sem gondolja, vagy a drogfogyasztás sem ide tartozik, meg hát az E621 a nátriumglutamát is megteszi a maga hatását, mint fejfájás. A balesetek következtében megélt agyrázkódás utáni fejfájás sem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. A műhibák azok műhibák, kérem szépen, agyi műtétek utáni állapotot nem akarom kommentálni, de a sugárzások okozta egészségkárosodás sem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. A fejfájást okozó tényezőket látjuk itt nagyon tömören és röviden összefoglalva, mert, mint mondtam, mindennek oka van. A legtöbb fejfájást, amint említettem, a megoldást követő fázisban a Hammeri-Gócnak az ödémája okozza, és ide tartozik még a migrén is, mert ugye látni fogjuk, hogy ez milyen félelmek alapján alakul ki. Aztán ne feledjük, hogy van agygerincfelői folyadék az agyszövetek szintjén, ugye van 4 agykamra, és ez folytatódik lent a gerincfelőnek a központi csatornájában. Ez kis anatómia, nem kell megtanulni, de nyilvánvaló, hogyha ennek a folyadék áramlásnak valamilyen akadálya jön létre, akkor ez megint nyomásfokozódást, vagyis fejfájást fog okozni. Aztán van egy nagyon érdekes fejfájás, ugye ez a súlyos intellektuális önleértékelés, fejre vonatkozó önleértékelés, és itten majd részleteibe belemegyünk, hogy mi is tartozik ide. Az aneuriszmáról, az agyi ütőér tágulatról még egyik webkonferencián sem beszéltem. Ritkán érkező kérdés még tanfolyamokon is, talán egyszer volt ilyen kérdés, és hát gondoltam, hogy legyen ennek nyoma, betesszük ide, mert ez is okoz természetesen fejfájást. Az orr melléküregek még mindig a fejünkhöz tartoznak, egyezünk meg, ha valakinek homloküreg gyulladása van, akkor ugye az egész feje szokott fájni, és ha előre billen, akkor érzi, hogy valami ott lötyög, de a középfülgyulladás is ide tartozik, még mindig a fejünkről van szó, nyaktól fölfele. A szemünk sem kivétel, mert a glaukómás roham a zöld hályog esetén természetesen nem csak a szemben, hanem egész fejünkben fog fájdalmat okozni, hiszen az agyi központ az meg hátul van, a szemgolyó meg elől van, és az arcideg zsába magyarul vagy trigeminus neuralgia szakmai nyelven, ez szintén nagyon komoly, hosszú ideig elnyúló fájdalmat tud okozni. Na most jellege szerint természetesen osztályozza a medicina, a cluster, ugye már nehogy mondjuk magyarul, hogy erős fejfájás, adjunk neki egy angol nevet, mert ettől annyira tudományos lesz, hogy mindjárt kiesek a székből. Szóval mindennek keresünk valami érthetetlen, magyar ember számára érthetetlen elnevezést, és akkor az egyszerű ember meghajol, hogy hú, nekem milyen fejfájásom van. Nem, kérem szépen, erős fejfájásról beszélek, és van a tenziós fejfájás, ugye, ami csak annyit jelent, hogy feszítő fejfájásom van. És lehet még sokféle jellege a fejfájásnak, de természetesen ez attól függ, hogy milyen sineket rögzítettem akkor, amikor én azt a bizonyos konfliktust megéltem. Ugye, hogy milyen egyszerű és logikus ez az egész rendszer? No, kérem szépen. Van viszont olyan helyzet, amikor nem filozófia kell a dolgokhoz, hanem nagyon, de nagyon gyors beavatkozás, akkor, amikor a fejfájáshoz, ugye, mi jön? Nagyon magas, csillapíthatatlan láz és merev nyak, zavarodottság, esetleg izomgörcsrohamok, kettős látás, járásnehézség, beszédnehézség, bénulás. Kérem, az ilyen sürgősségi állapot, ilyenkor tessenek hívni a 112-t vagy a 04-et, mert az ilyen ember sürgősségi ellátásra szorul. A mai medicinában vannak fantasztikusan jó dolgok, amiket meg tudnak oldani, amit régen nem tudtak megoldani, és minden elismerés, amit az intenzív osztály, amit a baleseti sebészet, vagy éppenséggel a mentősök próbálnak megoldani, hogy az ember életben maradjon. És ezeket a dolgokat azért emelem itt ki, hogy vegyük komolyan a fejfájást, ha ilyen tünetek is kötődnek hozzá.
De nézzük meg, hogy egyenként, hogy miről is van itt szó valójában. Ugye mondtam, hogy a második természet törvényben részleteztem, csak akkor még nem voltunk ilyen sokan, most már mindenki megérkezett, akit érdekel a fejfájás. Szóval a második természet törvénybe emlékeztetőleg újra elmondom, hogy a megoldás követő fázis exudatív szakaszában ugye folyadék szaporodik fel nem csak szöveti szinten, hanem az agyirelében is, ott látjuk fölötte most már a képet, és ez a térfogat növekedés fogja okozni a nyomás fokozódást a koponyán belül, és ez fejfájást fog okozni. Ugye nem mindegy, hogy hány ilyen programot futtatok, mert úgy láttam, hogy a sláger előadás az a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye, ezt azért egy hónap alatt 35 ezeren megnézték, ez egy elég szép szám. Szóval ezért hoztam minden a példát, hogy ugye van olyan, hogy fáj a feje valakinek, és émelyegés hányása is lép fel. Akkor itt csak arról van szó, hogy bosszankodás és rágódást oldott meg, és a megoldási szakaszban megtörténik az agyirelének az ödémásodása, majd az epileptoid krízisben fellép a hányás. És ez okozza az egészet, nyilván előtte egy kis émelygés van, és utána jön a hányás. És amikor megszabadultunk az epileptoid krízisben attól, ami még a gyomrunkban volt, még akkor is, ha semmi se volt benne, ugye jön a hányás, akkor utána úgy az ember olyan jól megnyugszik, és érzi, hogy hú, de gyenge vagyok. Nos, ez is a fejfájásnak az egyik kiemelt része természetesen, de minden történetben a fejfájás meg fog szűnni az epileptoid krízisben, ezt ne feledjük el. Van a migrén, és a migrénről annyit kell tudni, hogy ez egy szemből és hátulról jövő félelem egyszerre. Miről szól a történet? Van egy múltbeli félelmem, és attól tartok, hogy ez ismét meg fog történni velem most. És nyilvánvaló, hogy a sineknek a száma fogja befolyásolni, hogy még milyen kísérő tüneteim lesznek. Mert ha én a szemből és hátulról jövő félelem során még bosszankodást is megéltem, akkor természetesen, hogy hány ingerem is lesz. Ha vizuális elválasztási konfliktust is megéltem, akkor zavarni fog a fény, vagy zavarni fog a hang, és ezeket kerülni fogom, és bebújok a sötét szobába, és csend legyen, és senki ne szóljon hozzám, és kérek egy labort, mert mindjárt hányok. Hát ilyen történet, kérem, amikor valakinek fiatal kora óta, mondjuk ifjú kislány kora óta, megjelent a migrénes fejfájás, ami mindig féloldali fejfájás, és lüktető, feszítő jelleggel bír, szóval látászavar, hallászavar, hányinger, stb., akkor tisztázni kell, hogy mi az a történet a gyermek életében, vagy egy felnőtt életében, ami egyszer megtörtént vele, és nagyon tart tőle, hogy ez még egyszer előfordulhat. Vagy valami emlékezteti arra, ami már megtörtént. És ha itt egy szexuális konfliktust hozunk fel példának, teszem azt, valakit 7 éves kislány korában egy nagyobb, 8 évvel idősebb fiú legyen, hát megsimogatott. Nem történt semmi különös, csak megsimogatták, de a hölgy ezt nagy félelemmel élte meg, és szexuális tartalommal bíró konfliktusként még a szexuális relébe is becsapódott ez a dolog, és egy hátulról jövő veszélyként, mert ha ez éppenséggel a testvére, vagy a szomszédja, vagy valamelyik rokona, akkor ott van, hogy bármikor ez újra megtörténhet. Tehát mindig a veszély leselkedik rám, ott van a nyomomban, ez a látóközpontot érinti, és amikor már felnőtt korában megint adódik egy olyan valami, hogy valaki, teszem azt, ajánlatot tesz már felnőtt korában egy kapcsolat felvételre, akkor rögtön eszébe fog jutni a múltból fel nem oldott félelme miatt ez a történet, és már is beáll a migrénes fejfájása. Szóval a lényeg mi lenne? Hát igen, le kéne zárjuk békével a múltat. Nem csak a mai napot kéne lezárni megbocsátással,
elengedéssel, empátiával, hanem az egész eddigi életünkből is le kéne vonjuk azt a következtetést, hogy azok a konfliktusok, amelyeket eddig megéltünk, azok nem ellenünk voltak, hanem értünk voltak. Azok mind biológiai konfliktusok voltak. Azokat mind a biológia indította el. De emberi lényként, nagybetűs emberi lényként mondom, képesek vagyunk felülírni a biológiai félelmeinket. Hát erről szól a háromnapos képzés, és akit érdekel, az az események menüpontban meg fogja találni azt a három napot, ami számára a legmegfelelőbb. Remélem, a migrénes fejfájás története ezek szerint egyszerű. Elég az egyik vagy a másik félelmet megoldani, és megszűnik a migrén. És ez volt az a helyzet, amikor én antropozófus orvosképzésre jártam többek között, és hát a migrén megoldására hát rengeteg sok ötlet fölmerült ottan a kiscsoportos munkában, hogy kinek mit kéne szedni, mit kéne beadni, stb. Stb. És másnap találkozok a germán gyógytudományban a migrénnek a valós konfliktusával, és rádöbbennek, hogy csak egy félelmet kell feloldani, akkor miről van itt szó? Adjak el embereknek egy csomó dolgot, ami átmenetileg lehet, hogy csillapítja a fájdalmát, de ne jegyezzük meg, senkinek a félelmét semmilyen bogyó, csepp, virágszirom, rezgésszintemelés, gyógyítókód nem fogja megoldani. Ezek a dolgok, ezek nem arról szólnak, hogy én oldottam meg a problémámat, hanem valahonnan kívülről várom, hogy majd valaki helyettem megoldja azt, amit nekem kéne megoldani. Kérem, rengeteg időt és rengeteg pénzt el lehet költeni ezekre a dolgokra, és mindegyik gyógymódnak vannak sikertörténetei. Én végigjártam 15 éven keresztül ezt a terepet, minden zsákutcába bementem és kijöttem, mindenről tudom, hogy mire jó és mire nem jó, de értsük meg, hogy a valós gyógyítás az arról szól, hogy én oldom fel a félelmeimet, mégpedig úgy, hogy feleslegessé teszem a továbbiakban, és akkor többet nem jön elő. Nem kell visszajárni kezelési kúrákra, nem kell visszajárni, hogy a tüket megint beleszúrják a fülembe, a térdembe, a talpamba, stb. Nem kell. Az kell, hogy végre kezembe vegyem az életem irányítását és az egészségemet is, és akkor nincs szükségem semmilyen gyógyszerre vagy úgynevezett terápiára. Volt egy webkonferencia Hámer doktor anyagából az éberkómáról, remélem néhányan már megnézték, főleg azután, hogy a karantén alatt is bebizonyította a My Studenten Mégyen, hogy az éberkómából képes volt visszahozni azt a beteget, aki a debreceni klinika intenzív osztályán feküdt. Ugye a felesége kért segítséget, és megkapta a dallamot, bevitte a férjének, a fülébe súgta azt, amit üzentem neki, és a beteg felébredt az éber kómából, és azóta már köszöni szépen jól van, agyvérzésről volt szó valójában. Itt nem egy agyvérzéses CT-képet látunk, hanem a plexus koroideusnak a sejtszaporulatát, ami akadályt képez az agygerincvelői folyadék áramlásában, ha túl nagy a sejtszaporulat. És ennek a konfliktusa az, hogy ki szeretnék innen szabadulni. A vesegyűjtő csatorna szindrómát és az éberkómát nem a plexus koroideus sejtszaporulata okozta, hanem az a magányosság és egzisztenciális konfliktus, amit a beteg még ehhez pluszba megélt. Csak mivel zavarodott állapotban volt, és ezt a CT-képet megtalálták, ezt rögtön elnevezték aneurizmának, és majd tisztázni fogjuk, hogy mi az az aneurizma, mert Hámer doktor rámutatott arra, hogy ez nem aneurizma, ez plexus koroideus, és természetesen hát hatalmas dühöt váltott ki a drezdai idegsebészet kollégáiban az, hogy nem tudták a beteget megoperálni aneurizmával, mert magához tért a dallam hallgatása következtében, és még ügyvéd is bent volt, és tisztázta, hogy a beteg teljesen
tudatában van annak, hogy mit beszél, és ha ő nem akarja, hogy megoperálják, akkor nem fogják megoperálni. Úgyhogy ne felejtjük el, az egyetlen hely, ahol nem szólhatunk bele a dolgainkban, az a pszichiátriai osztály, illetve nem szólhatunk bele a gyerekeinknek a kezelésébe, tehát 18 éves kor alatt jó lesz meggondolni, hogy mikor, milyen problémával fordulunk a hivatalos ellátáshoz. Beszéltem, hogy súlyos intellektuális önleértékelés, vagy fejre vonatkozó önleértékelések. Na most a fejtetőre vonatkozott önleértékelés az, most mindenkinek a saját belső hangja szerint fogom megfogalmazni, te jó Isten, milyen hülye vagyok, és puf, csapok egyet a homlokomra, ugye? Van, mindenki megdicsérte már magát, remélem, néhányszor ilyen fantasztikus módon. Na most ez az önleértékelés, ha nagyon, de nagyon komolyan gondolom, akkor nyilván a csontot fogja érinteni. Mert az önleértékelésnek az ereje meghatározza, hogy az adott helyen, tehát a fejemen, milyen szinten fogok bontani és visszaépíteni. A legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti. És ne feledjük, hogy a csontoknak a visszaépítése során feszül a csonthártya. És ennek a fájdalma fog az egész koponya boltozaton egy irgalmatlan fejfájást létrehozni, és nyilván a homloktájékomtól egészen a tarkóig ez a fejfájás megjelenik. Nem megjelenhet, hanem meg is jelenik. Volna, tudnék esettörténetet mondani róla, de természetes, hogy ez most elmarad. Mert annyi a lényeg, hogy súlyos intellektuális önleértékelés. Nyilván, ha nem ennyire súlyos, akkor mit fog érinteni? Természetesen az ereket. És ha én ezt oda-vissza csinálom, mindig lehülyézem magam, majd megnyugszok, majd minden héten kétszer lehülyézem magam, akkor természetesen, hogy az erek falának a bontása, visszaépítése, az fogja eredményezni, hogy igencsak felszaporodik a koleszterin az agyi erekben. És ezt az agyi érelmeszesedést nem az öregség okozza. Felejtsük el az öregséget, mint óroki tényezőt. Nem, kérem szépen. Az okozza, hogy folyamatosan, intellektuálisan leírom magam. És nem a tepertő, vagy a szalonna, vagy a zsíros étel okozza. A koleszterinnek az a feladata, hogy a lebontott érfalat megerősítse. És kérdés, hányszor futtatom le ezt a programot? Aztán ott van egy olyan dolog, hogy van, amikor azt szokták mondani az emberek, hogy fáj a kisagyam. Valójában tényleg fájhat a kisagyam, ha egy olyan programot oldottam föl, ami a gondozási konfliktus, tehát hülyére aggódtam magam, vagy folyamatosan veszekedtem valakivel, de ez megszűnt, vagy éppenséggel egy vélt vagy valós támadást éltem meg, ez a kisagyi agyi résznek az ödémáját fogja okozni. Na de amikor jobban megnézzük, hogy hol is fáj a fejem, ja és ha hátul megnyomom, akkor fáj, akkor természetesen, hogy a nyakizmokról van szó, ami az igazságtalanság miatt bomlik, majd visszaépül, és az epileptoid krízisben pedig görcsösen befeszül a nyak. És ez a görcsös befeszülés az izomnak az eredési és tapadási pontjain hát fájdalmat fog előidézni. De ha csak a fejbiccentő izmot nézzük, hivatalosan sternocleidomastoideus, az azt jelenti, hogy a koponyának a bázisán, az alapján, az úgynevezett csecsnyúlványon, vagyis a fülcimpánk alatt fogjuk érezni ezt a fájdalmat a koponya alapon, és ez innen elágazik két helyre, a mellcsontra és a kulcscsontra, és ez az egész, ha befeszül, akkor ráadásul még a fejem egy irányba el is fordul, és a másik irányba nem tudom elmozdítani, mert ahogy megmozdítom, fáj. A fejem is, a kulcscsontom is, a nyakam is, tehát ez is, mondjam azt, hogy részben fejfájás okozó tényező. Mert ugye a bíróság egy igazságtalan ítéletet hozott valakivel kapcsolatban, ugye anya-gyerek partneroldal itt már meghatározza. A fejünkhöz tartozik az állcsont és az állkapocs is, ami viszont arról szól, hogy képtelen vagyok valakit megharapni,
vagy durvábban fogalmazva széttépni. Nézzük meg, amikor két kutya egy rongyon veszekedik, hogy hogy morognak és hogy rángatják egymást. Nos, ezt a fajta biológiai választ éljük meg, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok, vagy a fogaknak a szintjén már képes lennék, de mégsem végzem el. Tehát megtörtént valami visszafogott dühöt, úgymond úgy oldottam fel, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye természetesen ez nem egy érzelmi szintű megbocsátás, és ez mindig a fog ágyat fogja érinteni, ebből lesz a parodontopátia, és kihullanak az egészséges fogak az összezsugorodott, lesorvat fog ágyból. Ugye ennek első jele az, hogy a fognyak láthatóvá válik. Jó lesz, kérem szépen, a visszafogott dühöt feloldani. Aki ezt nem oldja fel, illetve nem hallgatja a más studenten méghent, arra is képes, hogy lerágja a saját fogait. Éjszaka csikorgatja a fogait, és nyilván a rágó felületei már teljesen le vannak csiszolva, mint a malomkövek, mert ez a harapással járó feszített izommunka, és a fogaknak, az állkaposnak az állandó rángató mozgása a fogaknak a felszínét elkoptatja. És ha már a fogaknál tartunk, így még mindig harapásról beszélünk, és azért egyezünk meg, hogy akinek a foga szokott fájni, annak a feje is szokott fájni, mégpedig ott mélyen bent a homloktájékon, mert a fogaknak biza, a reléje az ott található az agykérgi szinten. Tehát ott is van ödéma, meg ödéma van mondjuk a dentinben, és akkor irgalmatlan fogfájásom van, mert megoldottam valamit, hogy eddig úgy éltem meg, hogy képtelen vagyok beleharapni, de most már vagy letettem róla, vagy visszaadtam neki a kölcsönkenyér visszajár, már megint ott tartunk, hogy üs vagy fús, fantasztikus biológiai kódok, még mindig úgy élünk, mint a vadállatok az erdőben, nagyszerű, és ugye lebontjuk a dentin réteget, ami fölött beroppan a zománc réteg, és azt a puha csontot, kérem, egy Folkman kanállal egyszerűen ki lehet szedni. Nem is turbinával nyúl hozzá a fogorvos, hanem könyökdarabbal, alacsony fordulatszámmal, mert rettenetesen puha az a csont, mint a sajt. És ha már valakiben beleharapnék, de nem szabad, akkor nyilván, hogy a zománcot fogom lebontani, a legkeményebb biológiai szövetet. Miért? Mert a zománc az, ne feledjük, hogy kültakaró séma szerint működik, és ősszálnyálkahártya szerint, vagyis ez mindig a konfliktus aktív szakaszban fáj. Hogy mindenki megértse, mi lesz a tünetem? Az lesz a tünetem, hogy nem bírom se a hideget, se a meleget, se az édeset, se a sósat, valahogy csak a langyos teját tudom meginni. Mert a zománc érzékeny. Miért? Mert lebontottam, és ez konfliktus aktív szakaszban fáj. Na, akkor ennyi fogászat után nézzük meg, hogy mi is ez az agyi ütőér tágulat, vagy aneuriszma. Hammer doktor, amikor taglalja a tudományos táblázatban az elválasztási konfliktusokat, akkor emlékezzünk rá, hogy van a kültakaró séma, és az ősszáj nyálkahártya séma szerint működő programok. Amit az előbb szóltam a fogzománcnál, az ősszáj nyálkahártya séma szerint van, mert az kivételesen konfliktus aktív szakaszban fáj. És konfliktus aktív szakaszban fáj a koszorú ér artéria és véna sorvadása is, ugye ehhez nem kell más, csak birtokvesztés vagy szexuális konfliktust megélnünk. Most ebben nem megyek bele részleteiben, csak annyit, hogy a birtokvesztés megoldása az angina pectoris után a szív megállás, a szexuális konfliktus vagy balkezes férfinak ugye a birtokvesztése, ami a nőies birtokzónába csapódik, az a szívkoszorúér vénasorvadását és szintén anginás fájdalmat okoz, de nem olyan erőset, mint az artéria, a megoldásban megjön a tüdő embólia. Nos, a következő résznél pedig Hammer doktor leírja, hogy aorta ív és artéria karotis. Itt látjuk a jobb oldalt a rajzon az aorta ívet, és abból a karotis, vagyis a nyaki ütőerek,
hogy magyarul fogalmazzak, ebből az aortaívből ágazódnak ki. Nem ugyanúgy jobb oldalt, mint bal oldalt, de nem akarok anatómia órát tartani. A lényeg az, hogy van ugye a közös fejverőér, vagyis carotis communis, és abból van a külső és a belső, vagyis a carotis interna és carotis externa ága. A többit nem részletezem, a lényeg az, hogy ezeknek az ereknek a belhártyája szintén ektodermális eredetű, ektoderma, és ez azt jelenti, hogy a birtok konfliktusokra, illetve a birtokvesztés konfliktusra, egészen pontosan a birtokvesztés konfliktusra, vagy hát ugye a túloldali relé, a női oldalon a szexuális konfliktus is elindítja, vagy mégsem ezt a sorvadást ezekben az erekben. Az, hogy mikor indul el az agyi ütőérben a sorvadás, és mikor nem indul el, ezt ne is tessenek megkérdezni, mert erre még nem találtam konkrét választ. Viszont Hammer doktor könyvében ennyi az összes megjegyzés, hogy aortaív és artéria carotis. És a konfliktus aktív szakaszban, tehát ha valaki megél férfiként egy birtokvesztés konfliktust, és lehet, hogy nem angina pectorisa jelentkezik, vagy nem csak angina pectorisa, hanem nagyon súlyos fejfájása is, a mellkasi szorító fájdalommal együtt. Itt van, kérem, az a tünet, aminek a lényege az, hogy végre felfogjuk, hogy a program szervi szinten ott is realizálódott. Vagy egy szexuális konfliktust él meg egy nő, és a magában a konfliktus aktív fázisban fáj a feje, nem a megoldási szakaszban, akkor természetes, hogy érintett az az artéria bevonat, mondjam úgy, hogy belső belhártya, ami konfliktus aktív szakaszban tehát sorvad. Épp úgy, mint a koszorúér, vagy épp úgy, mint a kopoltyú hasadékok. Felhoztam, valamikor így néztünk, ki tessenek megnézni, mint a halacskák, vannak kopoltyú íveink, és természetesen vannak kopoltyú hasadékaink, ott fönt a két felső képen, és ezekből a részekből származik az a biológiai program, ehhez kötődik, amikor tehetetlenséget élek meg, tehetetlenségi konfliktust, sürgősen tennem kéne valamit, de nincs ki segítsen, ez a pajzsmirigy kivezető csőnek lesz a programja, és ebből lesz a hideg göb, lásd pajzsmirigyről szóló webkonferencia anyag, illetve a kopoltyú hasadékok anyagon, az ősi kopoltyúk akkor tágulnak, amikor jövőtől való félelmet élek meg egymagában. Szervi szinten tágítom ezeket az ősi kopoltyú hasadékokat, és ezt fogják úgy hívni, hogy non-Hodgkin limfóma, vagyis az a Hodgkin, ami nem Hodgkin. Természetesen azért nem tudják, azért nevezik non-Hodgkinnak, mert szövettanilag nem lehet ugyanazt igazolni, mint a Hodgkinnál. De a Hodgkin és non-Hodgkin limfómáról is van egy összefoglaló előadás, és látni fogjuk, hogy mekkora hatalmas különbség van a kettő között, ha tudom az embriológiai származás szerint, hogy minek mi a szöveti megjelenése és mi a kiváltó oka. Tehát remélem, hogy az agyi ütőér tágulat, aneurizma kérdését sikerült mindenkiben megnyugtatóan letudnom. Nyilván, hogy az aorta ívben is meg tud ez jelenni, és akkor az aortán fog létrehozni aneurizmát, vagyis a konfliktus aktív szakaszban az érfalnak az elvékonyodását, és természetes, hogy mivel a nyomás nagy az artériás rendszerbe, ezek az elvékonyodott érszakaszok ki fognak dudorodni. A megoldási szakaszban ezek vissza is épülnének, csak hát nem tudjuk, hogy miről beszélünk, és ezért gyorsan belemegyünk olyan műtétekbe, amelyek egy konfliktus megoldással valójában kiiktathatók lennének. Lépjünk tovább, és nézzük meg akkor az orr melléküregeket. Ugye az orrunkkal mindig a veszélyt akarjuk kiszimatolni és kiszaglászni, és ezért ezt bűz konfliktusnak nevezte el Hammer doktor, mert valami bűzlik, ki kell szaglászom a veszélyt. Na most, amikor átvitt értelemben is bűzlik nekem valami, nagyon gyanús,
és ez folyamatosan fennáll, és nagyon erős a gyanúm, akkor nem maradok meg az orr-üreg programjánál és epileptoid krízisben egy tüsszentéssel, meg náthával, hanem az orr melléküreget nyálkahártyája lesz érintett, ahogy itt látjuk az alsó képeken, és lesz sorvasztom konfliktus aktív szakaszban a nyálkahártyát, ez az ulceráció. A megoldásban visszaépítem a felesleges sejteket, és jön az arcüreg, a homloküreg gyulladás. Ha pedig ezt nem egyszer futattam végig és befejeztem, hanem a megoldási szakaszban, mikor már visszaépítek, újra elakasztom egy kicsit, és újraindítom a visszaépítést, az újra visszaépítésekkel elérem azt, hogy sokkal több szövetet építek vissza, mint amit lebontottam, és ebből lesz a polipnak nevezett nyálkahártya túltengés. A szemről is van egy külön webkonferencia, szemészet GNM szemmel, és ott beszélek a glaukómáról, vagyis a zöld hályogról. Ugye itt szem nyomás fokozódásról van szó. Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy hogyan jön létre a szem nyomása. Ugye van egy artériás középnyomás, ami az osztóér rendszerben uralkodik, az, ha valakit érdekel, kétszer a diasztolés érték plusz egyszer a szisztolés érték osztva hárommal megadja az artériás középnyomást. Na most ebből, ha kivonom a szem üregen belüli nyomást, akkor meg fogom kapni a szemnek a perfúziós nyomását, vagyis azt a nyomást, ami szükséges ahhoz, hogy a szem szövetein keresztül a folyadék áramlás megtörténjen. A normális szemnyomáshoz ugye a csarnokvíz termelése lesz az, ami biztosítja az egyensúlyt a két nyomás között. Vagyis a csarnokvíznek a termelése és a csarnokvíznek az elvezetése, ha egyensúlyban van, akkor természetesen a szemnyomás is állandóan normális marad. A csarnokvizet a sugártest termeli, a sugártest ugye az endodermális eredetű, egy olyan hám, ami termel valamit, ez pedig itten természetesen a csarnokvíz lesz. Amint láttuk a koponya üregben, amiről beszéltem, a plexus choroideus is endodermális, és azt termeli az agygerincvelői folyadékot, ez a sugártest is endodermális, ez termeli azt a folyadékot, ami biztosítja a megfelelő szemnyomást, és ezt csarnokvíznek nevezzük. Nos, amikor a keletkező csarnokvíz, látjuk az A betűvel jelzett ábrán, ugye, a hátsó részből előre tud jutni, ahol a piros nyilak mutatják, és ki tud a szemüregből jutni a slem csatornán keresztül a szemgolyó vénáiba, vagy az in- és érhártya közti vénákba, akkor nincsen semmi baj. De ha az íris, vagyis a szivárványhártya, amit tudjuk, hogy ami a szemünk színét hozza létre. Ha ez lezárja ennek a folyadéknak a kijutását, ahogy azt a B-képen látjuk, akkor a zárt zugú glaukóma fog létrejönni, vagyis termelődni fog továbbra is a csarnokvíz, de nem tud elvezetődni. Ez fogja a szemnyomást fokozni, létrehozni, a intraokuláris nyomás fokozódás, hogy a szemorvosok is élvezzék az előadást, szóval a szemüregen belüli nyomásfokozódásról van szó, és a beteg egy bizonytalan feszítő érzésről fog panaszkodni, és ha megnézik a szemészeten a szemnyomást, hát azt igen magasnak fogják találni. Miért történik mindez meg? Mi a DHS? Emlékszünk még a szemészet GNM szemmel című előadásra? Itt van a hátulról jövő félelem. Itt van az, hogy az az érzésem, hogy valaki folyamatosan a nyakamba liheg, a nyomomban van, és félek attól, hogy elkap. Ez az üldözési mániának az egyes számú feltétele, hogy ezt a félelmet megéljem. Az előadásban a folytatás megnézhető. Maradjunk a fejfájásnál, és arc idegzsába vagy trigeminus neuralgia, ugye, az már eleve
Ez a két elnevezés is ellentmondó, mert a trigeminus az magyarul a három osztatú ideg, igen, ennek van egy homlok, van egy arc, és van egy állkapocs ága. Ebből a szempontból a trigeminusnak az arcága az érintett. De ne feledjük, hogy van külön egy arcideg, a hetedik pár arc, agyideg, az nervus facialis, az szintén az arcot fogja beidegezni. Nos, az arcideg zsábának a lényege az, hogy azt éltem meg, hogy bolondot csináltak belőlem. Vagy másképp fogalmazva, elvesztettem az arcomat, vagy nevezem úgy, hogy az álarcomat, azt az imást, amit én magamról kialakítottam a többi emberben. Azt az elképzelt személyiséget, akit én nem tudom én mennyi munkával felépítettem. És most kiderül, hogy átvertek engem, és eddig elhitettem mindenkivel, hogy én vagyok a legokosabb a történetben. Nos, amikor átvernek engem, bolondot csinálnak belőlem, vagy én magamból, vagy te jó Isten, milyen hülye voltam, na akkor ez a történet kérdés, hogy mekkora erővel csapódik be. Mert a legenyhébb becsapódás az még csak az arcunkat érinti, és ekkor, ha elakad a gyógyulás, látjuk az ábrát, akkor lesz belőle ez az arcideg zsába. De lehet ezt kérem tovább is vinni, és akkor lesz belőle úgynevezett stroke, ha rövid ideig tartott erősen, de megoldottam, természetesen ezt azzal fogják magyarázni, hogy átmenetileg agyi ér elzáródás volt. Soha senki nem látta, de a tünetek megoldódtak, tehát más nem lehetett, csak egy agyi átmeneti agyi keringési zavar, vagy TIA, tranzitórikus iszkémiás atak. Teljesen mindegy, hogy mi a neve, hál' Istennek elnevezésben nincs hiány. A lényeg az, hogy ez a történet lényege, és itt jön az agyi infarktus, vagy agyvérzésnek nevezett történet. Nyilván a részleteket megtaláljuk a megfelelő előadásban, csak utalni szeretnék rá, hogy ez a konfliktus tud ide is elvezetni, és lehet ennek akkora súlyos következménye, hogy tényleg sürgősségi ellátásra van szükségünk, mert nem tudunk beszélni, mert lebénultam a féloldalamra, mert érthetetlenül beszélek, vagy nem tudom fölfogni, hogy mi történik a környezetemben. Tehát ezek már azok a helyzetek, amikor hívni kell a segítséget. És akkor ne hagyjuk ki az agydaganatot sem, amit idézőjelbe kellett volna itt tegyek, mert valójában, amit agydaganatnak neveznek, az megint csak a Hammeri góc körüli történet, mindjárt idézem Hammer doktort szó szerint. A koponyalappal párhuzamosan készült CT felvételek, látjuk a baloldali képen. Ha ezt megnézzük, akkor látjuk a második képen, hogy egy világosabb terület rajzolódik ki az agyban. Hát nyilvánvaló, ránéz valaki, és azt mondja, hogy ez egy daganat. Kérem szépen, ez nem daganat. Ez vitatárgyát képezhette volna, ha az ideggyógyász professzor nem menekül el Hammer doktor elől, amikor kirakta a röntgenképeket, és be akarta számára bizonyítani, hogy azok az agyi történetek, amit a beteg megélt, és a megfelelő helyre becsapódott, az nem agy daganat, hanem valójában egy Hammeri góc. Ha megint ugye a legpusztítóbb eljárást választjuk, és nem oldjuk fel a konfliktust, de gyakran jönnek a sínek, itt látjuk a függőgyógyulás ábráját nem véletlenül alatta, akkor a gliaszövet föl fog szaporodni. Ez nem képezi vita tárgyát, hogy van neuroblasztóma. Ez természetes, hogy van, mert a gliának az a szerepe, hogy rendbehozza az idegi központot. Csak hogy mi nem hagyjuk rendbehozni az idegi központot a megoldási fázisban, mert újra meg újra megéljük a konfliktust. És a gliaszövet pedig felszaporodik, mert az viszont kötőszöveti eredetű, speciális feladattal természetesen, de ő képes arra, hogy túlszaporodjon. Vagyis mi itt a probléma? Még mindig bennem van a hiba, hogy ragaszkodok egy rögeszméhez, hogy ennek már pedig úgy kell történnie, ahogy én akarom, vajon miért?
És miért nincs B-tervem, és miért nincsen C-tervem arra, hogyha valami nem jön úgy össze, ahogy én szeretném, hogy milyen más megoldások is vannak. Elvégre még a GPS is, ha nem azon az úton megyek, amit ő ajánl, rögtön felajánl egy második vagy egy harmadik variációt. Mi lenne, ha a GPS-től ennyit megtanulnánk? Hogy nem biztos, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy mi azt eldöntöttük. Akkor nem tudnánk agydaganatot sem termelni, természetesen. Na de agydaganatnak nevezik azt is, ami a jobboldali képen van, és ott nincs másról szó, csak egy hatalmas agyi ödémáról. Látjuk, hogy ott az a spolt az sötétebb, a baloldali képen világosabb. Miért? A baloldali képen világosabb a kép, mert ugye szövetszaporulat azt jelenti, hogy sűrűbb a szövet, vagyis jobban elnyeli a röntgensugarat. A jobboldali képen ödéma van, vagyis ott lazább a szerkezet, átmegy rajta több sugár, mint a másik oldalon, tehát sötétebb lesz a kép, mint a jobb oldalán ugyanannak a CT-nek. Az ödéma az, ami átnyomja a felező vonalat a túloldalra. És csak egy megoldott konfliktusról van szó itt is, természetes, hogy fejfájással és egyebekkel, és ha hozzátesszük a magányosságot, az egzisztenciális konfliktust, a meg nem értettséget, a kirekesztettséget, stb. Nézzük csak meg a vízgyülem ödémáról szóló előadást, na akkor meg fogjuk érteni, hogy ez a legdurvább beavatkozás a gyógyulásunkba. Mert ez begyűjti a vizet agyi szinten is, szervi szinten is, és nem fog létrejönni a gyógyulás, csak a frekvenciaváltás. Úgyhogy jó lenne megnézni azt is, hogy miért akad el a gyógyulásunk, mert ott 10 pontban erre részletesen kitérek. Hammer doktor a kurzinformáció előadásában, illetve könyvében azt írja szó szerint. Természetesen vannak olyan viszonylag ritka, egy-egy esés következtében kialakuló szubdurális hematómák, a vérzések ugye a kemény agyhártya és a pókháló agyhártya között, hogy ezt mindenki megértse, és természetesen létezik meningitis, vagyis a lágy agyhártya gyulladása, és létezik agyvelőgyulladás, például sérülés vagy sebészi beavatkozás után, és természetesen eseteként előfordulnak tömeges vérzések is az agyban. Ezt Hammer doktor se vonta kétségbe. Azonban ezektől eltekintve, amelyek kivételek, amelyeknek az aránya maximum 1%, az egyéb elváltozások különböző stádiumban lévő Hammeri gócok különböző helyeken a konfliktus időtartama után vagy közben. Ezt jó lenne megjegyezni. Anatómiai kiegészítésként ugye az agyunkat 3 burok veszi körbe, a lágy agyhártya, a pókhálóhártya és a kemény agyhártya. Ezek a durámáter, piámáter, arachnoidea visszafele mondva, és ezeknek az érintettsége, ez előfordul, de nagyon ritka dolog az, amikor itt erről beszélünk. A gyógyulásnak az első 3 feltételét szeretném mindenkinek az emlékezetébe felidézni. Mert ugye mondtam az arcideg bénulásnál, hogy állarcokat viselünk. A legnagyobb probléma az, amikor még önmagunkhoz se vagyunk őszinték. Amíg nem vagyunk őszinték önmagunkhoz, addig nem fogunk meggyógyulni. Amíg nem tudom elismerni, hogy már pedig ez történt, hát még mindig megmagyarázom. Márpedig a biológia hajszál pontos választ ad az én megélésemre. De lehet, hogy szégyellem, és azt mondom, hogy ez rám nem vonatkozik. És becsapom az ajtót, és megyek gyorsan egy kemoterápiára. Kérem szépen, meg van engedve. A második lépés az, hogy bocsáss meg önmagadnak. Mert csak rajtunk áll az, hogy mi fog történni ezután. De ameddig nem tudok se önmagamnak, se a másiknak megbocsátani, akivel kapcsolatosan megéltem a konfliktusomat, addig értsük meg, hogy nem lesz valódi gyógyulás. Soha nem a másik ember a hibás. Az én reagálásom az, ami elindítja bennem a biológiai programot.
Úgyhogy ezen kellene változtatni. Az állatok még a biológiai kód szerint az üs vagy fús megoldást választják, mert folyamatosan a túlélés és a faj fenntartása az, ami bennük működik. Ugye a faj fenntartás az csak a párzási időszakban jön elő, és olyankor a túlélésük nem is olyan fontos. Nem figyelnek már magukra, a legfontosabb a faj fenntartás. Ez az embernél is így van. Csak hogy az embernél nem párzási időszakhoz kötött a szexuális tevékenység. Az ember viszont többre képes, mint az állatok, én úgy gondolom. Legalábbis. És a gyakorlat azt igazolja, hogy igazam van. Azok, akik azt gondolják, hogy csupán biológiai szinten kell az emberi mi voltukat megélniük, és az evéssel, a birtoklással, a támadással, a védekezéssel, és a szexuális történetekkel vannak elfoglalva, kérem, azok a televíziót nézik, és olyan posztokat írnak a Facebook oldalakra, hogy azt inkább nem idézném. A megoldás három lépése a következő. Mindig először a konfliktust kell tisztázni, de ebben segít a germán gyógytudomány. Senki sem unalmában betegszik meg, ezt jegyezzük meg. A külön program különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk őket. És itt jön be az, hogy amíg nem vagyok őszinte önmagamhoz sem, addig nem fogom tudni tisztázni magát a konfliktust sem. Aztán tisztáztuk a konfliktust, akkor ezt érzelmileg kéne megoldani, mert az érzelmi megoldással feloldódnak a sinek is. És azért lényeges ez, hogy ne legyen belőle krónikus betegség. A gyerekeknél arra kell törekedni viszont, hogy azt élje meg a gyerek, hogy többé ez nem fog előfordulni. Többé az az inzultus, többé az a megaláztatás, vagy az a szexuális zaklatás, amit a gyerek megélt, az többet nem fog előfordulni, mert kiiktattuk a családból azt az embert, aki ebben a történetben részt vett. És itt jön az, hogy bocsáss meg önmagadnak is, meg a másik félnek is, mert amíg ez nem történik meg, addig nincs gyógyulás. A harmadik pedig az lenne, hogy a germán gyógytudomány ismeretében most már hozzunk egy döntést, hogy nem csak biológiai lényként akarunk élni a biológiai kódjaink szerint, hanem lehetséges a biológiai különprogramok aktiválása nélkül is élni. Csak le kéne zárni békével a napjainkat, és hálát adni mindenért, nem véletlenül nagybetűvel, mindenért, ami aznap történt velünk. Nem csak azért, ami jó volt, mert minden jó, ami biztosítja a túlélésemet és a kényelmemet. Így van, kérem? És minden rossz, ami ezzel ellen dolgozik. Vagyis a jónak és a rossznak a fogalma megint honnan ered? Már megint a mi fejünkből ered. Értsük meg, nincsen jó, és nincsen rossz. A kérdés csak az én szemléletemtől függ. És amikor a biológiai tudatosságon túl, amit megad számunkra a germán gyógytudomány, eljutunk egy másik tudatossági szintre is, akkor kérem szépen feleslegessé fogjuk tudni tenni ezeknek a külön programoknak az aktiválását. Remélem a mai előadásból is mindenki számára érthetővé vált, hogy a germán gyógytudomány valóban rámutat arra, hogy mi okozza a betegségeinket, nyilván leszámítva azokat, amelyek nem tartoznak ebbe a tárgykörbe. Tehát csak a konfliktus aktív hosszától, illetve a programok elakadásától, a programok számától fog függni, hogy hogyan fogunk mi szenvedni. Ha pedig halmozzuk a konfliktusokat, akkor viselkedés változáshoz, hangulati változáshoz fog vezetni az egész. A fel nem oldott lelki-érzelmi konfliktusokat kéne feltárni, ugye, első lépésben, és érzelmileg megoldva le tudnánk zárni a programjainkat. Megjegyzem, vannak olyan programok, amit nem szabad piszkálni, amit nem szabad feloldani. Ezért mondta Hammer doktor, hogy kerüljük az olyan túlbuzgó embereket, akik mindenáron minden konfliktust fel akarnak oldani. Aki megnézte a birtok konfliktusokról szóló előadást, tudja, miről beszélek. Remélem arra is rájött,
az, aki először hallotta ezt az előadást, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, ez a tudományosságnak az alapja. Tehát, hogy az, amit én itt elmondtam, és megtörténik Magyarországon, az ugyanúgy megtörténik Peruban, Ausztráliában, Németországban, Izraelben és Spanyolországban, meg Erdélyben is. Értjük? Reprodukálható. Mindenkinél ugyanígy történik. És össze is hasonlíthatók az egyes esetek. És előre is jelezhető, mert kiszámítható, hogy mikorra múlik el a program, mikor fejeződik be, ha egyáltalán tisztában vagyok vele, hogy mikor volt a DHS, és ezt mikor oldottam föl valójában. Vagyis nem állatkísérletekre és statisztikai számításokra van szükség ahhoz, hogy meggyógyuljak, hanem csupán arra, hogy érzelmileg elengedjem mindazt, amit érzelmileg megéltem. Remélem, hogy mindenki számára a mai nap is választ adott néhány kérdésre, és remélem, hogy a feltett kérdésekre adott válaszokból még további fel nem tett kérdésekre is választ kapnak azok, akik innentől még tovább hajlandók figyelni.